Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Ma is az üdvösséggel kapcsolatban az Efézusi levélből olvasok fel néhány gondolatot. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, melyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Az elmúlt csütörtöki üzenetekben arról beszéltünk, hogy a keresztjén hit azt jelenti, hogy mi fölismertük azt, hogy Isten egy csodálatos ajándékot adott nekünk, az üdvösséget, és ennek a transzparense, ennek a hirdetője lett az életünk. És az elmúlt három alkalommal láttuk azt, hogy az üdvösség mit jelent. Ugye ez egy teológiai fogalom, de fontos, hogy lássuk ennek a tartalmát. Közösségben élhetünk az Istennel, ez a közösség örökké tart, nem zárul le a földi életünk végével, és ez a közösség, ez erőt ad arra, hogy ne sodródjunk negatív irányba mindenféle árhajtó erőivel, amik körülvesznek bennünket, vagy amik bennünk vannak, bűnös vágyak, hanem szembe forduljunk az árral, és az Isten akarata szerint az életet szolgálhassuk. És most ebben a mai üzenetben figyeljünk arra, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ez az ajándék, ez kegyelemből van, ez valóban ajándék. Mi megszoktuk az emberi világunkban, hogy mindennek ára van. Mindenért fizetnünk kell, mindenért meg kell szolgálnunk. És hogyha valaki valami jó ajánlatot ad nekünk, és azt mondja, hogy ez ingyen van, teljesen térítésmentesen, az úgy általában gyanús lesz nekünk. Mindig ott van bennünk a gondolat, hogy mit kell ezért nekem tennem, miben fog ez nekem kerülni. Nos, a Biblia azt mondja, hogy Isten ajándéka az üdvösség, az teljesen ajándékba van, kegyelemből. Nem kell érte megszolgálnunk, nem kell érte valamilyen elvárásnak megfelelnünk, hiszen ajándék. De nem csak, hogy ajándék, hanem ennél jóval több, kegyelem. A kegyelem szó az azt érzékelteti, hogy valami olyasmit kapunk, amit nemhogy nem érdemlünk meg, hanem pont az ellenkezőjét érdemelnénk. A kegyelem szóban benne van az, hogy igen, mi bűnösök vagyunk, mert kegyelemre csak a bűnösnek van szüksége. És valóban erről beszél a Biblia, hogy ahogy olvastam is, amikor Pál azt mondja, hogy a harag fiai voltunk, a természetünk szerint. Az, hogy mi nem az Isten akarata szerint élünk, hanem a saját elgondolásunk szerint. Nem Istenre irányul az életünk, hanem önmagunk körül forog, és ez termi a gyümölcseit az életünkben, ez Isten haragjára tesz méltóvá bennünket. És a kegyelem pontosan azt jelenti, hogy Isten nem az ítéletét adja nekünk, hanem a bocsánatát. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a mi bűneink ítéletét magára vegye, és hogy mi bocsánatot kaphassunk Istentől. Csak így lehet békességünk és valódi élő kapcsolatunk a mennyei atyával. Az életem egy nagyon válságos szakaszában, amikor nem volt békességem Istennel, ez volt, ami leginkább zavart engem, hogy nincs bizonyosságom afelől, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és nincs bizonyosságom afelől, hogy a mennybe juthatok. Valami zavarta a közösséget Isten és közöttem. És amikor beszélgettem erről egy lelkipásztorral, ő is ennyit mondott, hogy valami zavarja a látásodat. Aztán később megértettem, hogy egyetlen egy valami zavarja a látásunkat, egyetlen egy valami zavarja a közösséget Isten és köztem, ez pedig a bűn, ami nincs elrendezve. Ezért olyan csodálatos az, hogy Isten kész megbocsátani a bűneinket, amiket megvallunk neki, és leteszünk az ő kezébe, elengedjük. Ezt jelenti a kegyelem. Isten nem azt adja, amit érdemlünk, hanem pont az ellenkezőjét. Ha elképzelünk egy bírósági tárgyalást, az is már egy óriási dolog, hogy a bíró a halálra ítélt bűnösnek azt mondja, hogy nem hajtjuk végre halálos ítéletet. Szabadon elmehetsz. Kegyelmet kapsz. Az Isten kegyelme azonban ennél is többet jelent. Mert Isten a bíró ezen a tárgyaláson föláll, és azt mondja, nem hajtjuk végre a halálos ítéletet, de mostantól hozzám tartozol, az én gyermekem vagy, az én családtagom vagy,
Jézus Krisztusért, és odalép hozzánk a bíró, és átölel minket szeretettel. És valami csodálatos ajándékot ad, azt, hogy vele élhetünk az ő gondoskodásában, az ő szeretetében örökké. Hát ezt jelenti a kegyelem, amit valóban nem érdemlünk meg, hanem ajándékba kapunk az Istentől.